Üdvözlet mindenkinek! Mint derült égből a villámcsapás, úgy jelent meg a hír nemrégiben, hogy elkészült és hamarosan a boltokban kapható is lesz az MTB H0 építési nagyságú mozdonya. Meg is érkezett a jármű a boltokba, és be is szereztem az én saját példányomat, egy analóg példányt. Ezt fogom nektek bemutatni, illetve fog készülni külön egy videó a mozdony kiegészítőjének összeszereléséről is. Nézzük meg, mit tett le az asztalra az MTB az idei év elején a magyar tulató mozdonyok frontján. A mozdony kiegészítőinek és a világítás beszerelése után elsőre így kézbe véve a tolató mozdonyunkat egy egészen jól kinéző, arányos, szép kidolgozottságú modellről beszélhetünk így szerintem. De hát ugye a részletek is érdekesek sokunk számára, nézzük meg ezeket föntről lefele haladva, ahogy már szoktam. A mozdony tetejének a kidolgozottsága alapvetően szépre sikerült, minden kis részlet a helyén van rajta, szépen meg van oldva itt a kis szellőzőnek a rács szerkezete is, illetve hát amennyire lehet ki vannak dolgozva a különböző kis kiegészítők is. Összességében innen a kürtök mellől hiányzik két darab ilyen kis gombaszerű kupak, más hiányosságot én itt nem találtam. Ha tovább megyünk, akkor az első feltűnő gyenge pont is szem elé kerül. Ez pedig itt a zsalónak a nyitó-záró mechanikájának ez a kis mozgató csöve. Ez itt sárgára sikerült, holott a valóságban piros színű. Illetve ennek a felrakása is ugyan simán belepattan ide a kis furatokba, de hogyha egy picit nem pontosan sikerül, akkor láthatóan némileg görbül hajlik itt ez a kis rézmaratott alkatrész. A kipufogót én rendben találtam, illetve a kürtök is megfelelnek a hazai mozdony kialakításának. Oldalról nézve a mozdonyt, ugye láthatjuk, hogy ez viszonylag rövid kis gép, egy rövid kis tolató mozdony, arányaiban szerintem nagyon jól el van egyébként találva. Nagyon szépek lettek itt a géptéren az ajtók, jól meg van oldva a hűtőzsalónak a kialakítása, illetve a mozdony elejének a kialakítása is a valóságnak megfelelően van leképezve a modellen. Maga a vezetőfülke is méretileg helyes, arányai rendben vannak. Én olyan ordító nagy hiányosságot, hibát nem találtam rajta. Egyedül a kapaszkodóknak a felfogatása, ami nem felel meg az igazi mozdonyon található kialakításoknak a fényképek alapján. Ami nekem kifejezetten tetszett, az a mozdonynak a forgóvász kialakítása. Mind minőségileg, mind kidolgozásilag nagyon szép munkát végzett a gyártó. Én nem találtam semmi olyan dolgot, amiben így komolyabban bele lehetne kötni. Nagyon szépen mélysége van a rugóknak, a különböző kis elemeknek. Egyetlen egy dolgot lehet itt megemlíteni, az pedig az, hogy a kerekek azok nem küllősek, hanem teli kerekek, ugye a bobókon küllős kerekek vannak. Viszont ugye magának a forgóváznak a kialakítása nem igazán engedi láttatni normál esetben, hogy ott milyen típusú kerék van a mozdony alatt. Itt a kis korlátok műanyagból vannak, ugye ezeket is nekünk kell felszerelni, mind oldalt, mind ugye elől, illetve hátul. Ezeknek a felszerelése is viszonylag egyszerű, de azért érdemes odafigyelni, hogy az előfúrt lyukaknál pontosan illesszük be őket, illetve nem szabad túl nagy erőt alkalmazni. Érdemes egy ilyen kis csipesszelőket itt az aljuknál megfogni, és akkor úgy megfelelő helyre benyomogatni őket, nehogy véletlenül eltörjenek. Elég vékony műanyagból készültek, viszont kellőképpen rugalmasak. Az első kapaszkodók is hasonlóan filigrán kivitelűek, mint az oldalsóak. Ezek is ilyen kis furatokba illeszkednek bele, alapból mindenfajta ragasztás nélkül bennmaradnak, én viszont a felrakásnál mindkét végén egy-egy korlátot leragasztottam a kis furatába, hogy nehogy véletlenül lejöjjön innen a mozdony elejéről. Arra kell figyelni, hogy ha felragasztottuk ugye ezt a korlátot, akkor utána a mozdony szekrénynek mind a két végén a járműnek a leemelése az kicsit komplikáltabb lesz, hiszen ugye
itt elő kell egy picit benyúlni és egy picit megnyomni azt a kis pöcköt, ami utána elengedi a kasznit, hogy fölfele le tudjuk szedni. A kis lépcsőket is nekünk kell felszerelni, ezek szerencsére nagyon könnyen a helyükre illenek, ragasztás nélkül is ott maradnak egyébként, én biztosan, hogy biztos alapon, ugye itt most fogdosni fogom a mozdonyt, beragasztottam őket, nehogy lepotyogjanak. A mozdonyhoz kapunk légtömlőket, illetve csavarkapocs imitációt, ezeket föl lehet szerelni, viszont akkor ugye nem lehet berakni a kis kapcsolónkat. Én, mivel ugye tolató mozdony mind a két végén vontatásra alkalmassá alakítottam a járművet, így nem szereltem föl se a csavarkapcsot, se pedig a légtömlőket. Olyan megoldás, mint ugye rokkó mozdonyok esetében, vagy pikó mozdonyok esetében, hogy csak egy fél csavarkapos vagy fél légtömlő van, nincs, teljeseket kapunk a modell mellé. Ezek a kis alkatrészek mind ugye az első, hátsó és oldalsó korlátok egyébként felszerelés után nem akadályozzák a mozdony szállítását, szóval ugyanígy, ahogy kivettük a dobozból, vissza is tudjuk rakni a dobozba a mozdonyt, ugye a szivacsba úgy van kialakítva a hely, hogy ne nyomja ezeket az alkatrészeket. Én le is teszteltem, gond nélkül kibírt egy fél órás utazást a mozdony a saját kis dobozában. Az ablakok víztiszták, és bent látszik is a kis vezetőfülkénk. Olyan nagyon nincs kidolgozva, mint ahogy mondjuk a Pico Nohabjának a vezetőfülkéje, illetve ugye nagyon pici hely van eleve az egész mozdonyba, és oda került bele a kis hangszórónk is, máshol egyszerűen nem volt neki helye. A mozdonyban egyébként található vezetőfülke világítás. Viszont itt fönn a nyáklapon nekünk kell a helyükre forrasztani a ledeket ahhoz, hogy üzemeljen a vezetőfülke világítása. A mozdonynak a lámpái, azok itt ebbe az esetben, ha megfigyeljük, akkor a felső járdán ülnek. Ez nem felel meg a rendes, tényleg nagy vasúti bobónak a kialakítására, hiszen ott ezek itt az alvázból kijövő ilyen kis csonkon találhatóak meg, de valószínűleg gyártásügyileg nem lehetett azt a megoldást sehogy se úgy megoldani, hogy működőképes legyen, ezért a gyártó ezt a pici kompromisszumot választotta a lámpák tekintetében. A mozdony festése szépre sikerült, egy picit fényesebb, mint a szokásos járművek, főleg ugye az alvázon látható az, hogy majdnem teljesen fényes festékkel van megoldva, viszont mivel a járműnek nagyon szép a kidolgozása, nagyon szépek a felületei, ez egyáltalán nem zavaró. Komolyabb maszkolási hibákat nem találtam, még előlennél a sárga-fekete mintánál sincs semmilyen túlfolyás vagy maszkolási bizonytalanság, és a mozdony másik végén is jól megvan oldva ez a részlet. Ami egyébként még pluszpont az MTB-nél, hogy itt az oldalsó járdáknak a színe az fekete, mint ahogy a rendes mozdonyon is, de sok kis szériás, és ezeket ugyanúgy szürkére festette, mint az oldalt levő alvázat, de ennek a színe egyébként fekete színe, úgyhogy ezt jól megoldotta a gyártó. A mozdony feliratozása is standarden sikerült, ugye itt látunk oldalt van egy ganztábla, pályaszám, féksúlytábla, illetve itt elő van ugye egy pályaszámtáblánk, ezt egyébként nekünk kell felragasztani, ez egy fotomaratott ilyen kis kereten van. Én egyedül itt a féksúly táblázatnál találtam egy pici maszatolást a tamponozás körül, minden más egyébként nagyjából rendben van. A mozdonyt a terepasztalra helyezve rögtön szembetűnő az, hogy nagyon finoman fut, nagyon halk a hajtása, szinte alig lehet észrevenni a legkisebb sebességfokozatban, hogy megy a mozdonyunk. Egy tolató mozdonynál ez szerintem egy abszolút jó dolog, egy nagy pozitívum. A modell végsebessége közel azonos az átszámolt 1.87-es sebességgel. Nagyon szépen és finoman lehet szabályozni a jármű sebességét. Ugye tényleg egy tolató mozdonynál kiváltképpen fontos az, hogy kis sebességeken is precízen tudjuk a sebességét állítani. Hát ez megoldott, ugye olyan áttételezése van, ami ezt lehetővé teszi számunkra. Az erejével semmilyen problémát nem tapasztaltam, a mozdony súlya 300 g körül alakul, dekóder és hangszóró nélkül, és egy nagyon picivel több dekóder és hangszóró beépítése után. Nálam a 3%-os emelkedőn 4 darab személykocsit probléma nélkül felhúzott. Így szerintem terepasztalra, tolatási feladatokra, kisebb tolatós tehervonatokra,
abszolút megbízhatóan használható lesz a jármű. A mozdony hajtásával kapcsolatban még érdemes megjegyezni, hogy hasonlóan a csörgőhöz, ez a jármű is egy nagyon robosztus hajtással rendelkezik, 5-pólusú motor, lendítőkerékkel és csapágyazott hajtása kerekekben. Nagyon pici menetellenállása lehet a mozdonynak, 295 milliampere volt a maximum, amit mérni tudtam itt a terepasztalomon, és akkor már gyakorlatilag egy helybe kapart a jármű. Ugye megfogtam, és akkor megnéztem, hogy mennyi a maximum. Terhelés alatt szerelvénnyel, nem teljes sebességen, körülbelül olyan 150-180-200 milliampere áramfelvétellel is el tud üzemelni, bekapcsolt hang mellett is akár. A mozdony nem rendelkezik tapadógyűrűs kerékkel, ilyen súllyal és ilyen jó forgóvázzal gyakorlatilag az ő kis feladataihoz mért dolgokat el tudja látni, nem nagyon kell attól félni, hogy egy helybe fog pörögni a mozdonyunk, úgyhogy szerintem nem is nagyon hiányzik erről a gépről a tapadógyűrű, biztosabb is egyébként az áramfelvétele így, hogy mind a négy tengelyén szedi az áramot. A mozdony rövid kapcsoló kinematikával nem rendelkezik, sima szabványos nem foglalatot találunk rajta, amiben akár ez a fecskefarkas, akár a sima kengyeles vagy az univerzál kuplung beépíthető. Szerintem akár még automata ilyen rokó kapcsoló is beépíthető a mozdonyba. Nyilván ez esetben ugye a kábelezést meg kell oldani mozdonyon belül a dekóderig. A mozdony elektronikai panelje Next 18S típusú csatlakozóval rendelkezik. Elég kicsi a hely itt bent fölül, úgyhogy nem csodálom, hogy a gyártó a kisebb méretarányokban jellemző csatlakozót választotta. Az én mozdonyomba került egy Digitools hangdekóder és a hozzátartozó hangvödör. Mivel nem nagyon van hely sehol a mozdonyba elhelyezni a hangvödröt, ezért ide a vezetőállásra tettem be. A forgalmazó is azt javasolt, hogy oda célszerű a vezetőállásba beépíteni a hangszórót. Hát oldalról ugye látjuk, hogy egy picit látszik, följebbről más szögekből viszont annyira nem feltűnő. Hát ez a kompromisszum, ezt kellett meghozni ahhoz, hogy egy rendes súllyal rendelkező mozdonyt kapjunk, nem nagyon van benne hely, ugye a Bobó eleve egy elég pici, rövid mozdony. A terepasztalra helyezve nekem nagyon meggyőző volt ez a kis tolató mozdony. Láthatóan nagyon részletes, nem kell szégyenkezni, és szerintem más nagy gyártó járműve mellett sem ennek a kis mozdonynak. Felhasználási területe ennek a képnek ugye elsősorban különböző tolatómozgások, de akár egy rövidebb átállítós vagy tolatós tehervonatra is be lehet rakni, illetve ugye nyári szezonban akár egy-két kocsis kis személyvonatot is húzhat egy ilyen bobó, de láttunk már például Intercity előtt is ideglenes megoldásként dupla bobós menetet. Úgyhogy ilyen állomási tilitolikhoz, rendezgetésekhez egy nagyon jó kis alap ez a mozdony. És akkor beszéljünk ugye az összeszerelésről, hát ez egy kicsit komplikáltabb dolog, ugye alapvetően a mozdonyt az korlátok, kiegészítők és világítás nélkül kapjuk, ugye a világítást azt nekünk kell beszerelni, azt is, illetve ugye a kiegészítőket felszerelni. A kiegészítők felszerelése az egy gyakorlott modellezőnek körülbelül egy ilyen 25-30 percbe telik, itt gondolok ugye a korlátokra, a kürtökre, a különböző kis lépcsőfeljárókra, illetve itt a pályakotróra. Ami nehezebb, az a világításnak a beszerelése, hiszen itt ugye egyrésztről meg kell oldanunk a ledeknek a bevezetékezését, tehát rá kell forrasztani a ledekre a vezetéket el kell juttatni innen lentről átbújtatva a kasznin oda föl a kis nyákrakon kialakított forpontokra, és gyakorlatilag így lesz bekötve a világítás. Látható egyébként, hogy az én mozdonyomon még az alsó két fényszóró be van kötve, a felsőt még nem kötöttem be, ez még hátra van egyébként. Magukat, ugye a ledeket, azokat én úgy oldottam oda meg, hogy kis pillanatragasztót csöppentöttem a kis lámpabúrába, és akkor abba belenyomtam a ledet. Hát nem sikerült tökéletesen, teljesen színbe, vízszínbe hozni őket,
remélhetőleg el fogja majd fedni az, amikor ki fogom önteni ezt, vagy valami epoxis ragasztóval, vagy pedig faragasztót gondoltam én oda egy picit becsöppenteni, és akkor azzal ki fogom önteni ott a lámpának a kis búráját. Én azt mondom, hogy aki szereti a kihívásokat, és aki így tényleg modellezgetni is szeretne, annak nyugodtan meg lehet venni az analóg változatot. Egy teljesen átlagos modellező számára körülbelül egy ilyen másfél-két órás művelet a világítás beszerelése, viszont kell hozzá szerszám, kell hozzá forrasztópáka, kell hozzá kézügyesség és türelem. Ha valaki nem szeretne ezzel bajlódni, akkor pedig érdemes megvenni a boltok által előre világítással szerelt modelleket, ott ugye az adott bolt vagy forgalmazó elvégzi a világítás beszerelését. Nyilván ennek vesz egy ára, valamennyivel drágábbak árulják ugye azokat a modelleket, de hát valamit valamiért. Nekem egyébként kifejezetten öröm volt, amikor az alsó két fényszórót így be tudtam kapcsolni, fölraktam a mozdonyt, és így működött, tehát valami kis örömérzetet azért adott az, hogy itt a másfél-két órát szerelgettem vele, és a végén működik, van eredménye a munkámnak. Összességileg én azt látom, hogy formailag, kialakításilag nagyon szépen leképezte a gyártó a mi kis Bobo dízel mozdonyunkat, és a hajtásra se lehet abszolút semmilyen panasz. Hát ilyen téren én azt mondom, hozza azt a színvonalat, amit manapság egy ilyen mozdonytól elvárhatunk. Én ezzel a mozdonnyal, amit ugye vettem, semmilyen problémát nem tapasztaltam, semmilyen minőségbeli gond nem volt vele, sem festésileg, sem összeszerelésileg. Ami mellett viszont ugye nem lehet elmenni, az a mozdony összeszerelése, hiszen itt ugye forrasztani kell nagyon pici méretű ledeket, és ugye a vezetékezést is ugyan ki van alakítva neki a hely, de meg kell oldanunk ott a mozdonyon belül. Ez egy kicsit komplexebb munka, tényleg itt egy gyakorlottabb modellezőnek kell lennie az embernek, és biztos kézzel kell kezelni a forrasztópálkát, hogy ezt minden gond nélkül meg tudja oldani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!